Sziasztok! Nos, így az év végére azt gondoltam, hogy ebben a videóban megválaszolom a leggyakrabban felmerülő kérdéseket az erotikus és a szexuál hipnózissal kapcsolatban. Úgyhogy gondolkodtam és összeszedtem azokat, amiket a leggyakrabban hallok. Remélhetőleg a benned felmerülő kérdéseket is megválaszolom, de ha nem, írd meg kommentben és a következő videóban azokra is választ fogok adni. Felkészültél? Kezdjünk hozzá! Na nézzük! Az első kérdés, itt igazából nem olyan sorrendben vannak, hogy milyen gyakran hallom őket, hanem ahogy eszembe jutottak. Úgyhogy ez az én videóm, az én sorrendem, ahogy haladunk benne, ne keresedek különösebb logikai sorrendet. De nézzük, mi az első kérdés. Fel is írtam magamnak. Miért jó az erotikus hipnózis? Második kérdés. Mitől olyan hatásos az erotikus hipnózis? Na, ez az egyik kedvenc kérdésem, mert ennél a kérdésnél mindig ki tudok bontakozni. Az idősen már gyakran elmondtam, hogy én mindenféle módszertant kitanultam, és gyakran dolgoztam olyannal, hogy különböző energiákat vettünk górcső alá, azokat mozgattunk, azokkal dolgoztunk. És gyakran van az, hogy valaki, oké, én önbizalmat szeretnék, és akkor meg van dolgozva az önbizalmuk, működik, teljesen hatásos. De azon kívül, hogy mondjuk egy általános önbizalmat kapnak, az nem válik igazán sokrétűvé. Az, hogy az életük minden területére kiterjedjen az az igazi, valódi, őserő önbizalom, ami a legfantasztikusabb. Mert különböző energiák vannak, különböző rezgésekkel, erősséggel, intenzitással. És most gondolj bele, mi az az érzés, mi az az élmény, mi az a tapasztalás, aminek a legerősebb, a legintenzívebben pozitív hatása van, ahol igazán fel tudnak szabadulni az érzések, az érzelmek, és igazából mint egy futó tűz mindent ki tudnak égetni belőled, ami a külvilágból zavart. Nos, igen, ezek a szexuális, erotikus energiák. Azoknál intenzívebb, azoknál erőteljesebb pozitív energia egész egyszerűen nincs. Igen, a hála, a boldogság, az öröm, a béke, ezek is mind fantasztikusak, zseniálisak, nagy rezgésszámok, nem véletlenül vannak agyon tanítva és mindenhol agyon ismételgetve. De ha a szexuális energiákkal dolgozol, azoknak az igazi erejével, azoknak az intenzitásával, és az élvezettel, a gyönyörrel égeted ki magad, az élvezettel és a gyönyörrel szerzel igazi önbizalmat, szerzel őserőt, szerzel valódi tartást, az ki fog hatni az életed többi területére is. Mert erősebb energia. És törvényszerű, hogy egy erősebb energia hatni fog a kevésbé erős energiákra az életedben. Mert az alacsony energiák, azok mindig ösztönösen közelednek, ösztönösen vonzódnak a nagyobb energiához, a nagyobb magabiztossághoz. Ezért van az, hogy az igazán karizmatikus embereknek, mintha önálló gravitációja lenne, és az emberek oda vonzódnak, hogy részesüljenek a fényükből, az áldásukból, a jelenlétükből, mert hiányzik az életükből az az energia. De ez megteremthető benned is, pusztán a szexuális, erotikus, intenzív, pozitív energiákkal kell dolgozni, és bármi felszabadítható. Mert ezeken az energiákon keresztül tényleg bármilyen szorongás, pánik, önbizalomhiány, energiahiány, motiválatlanság, minden megoldható, minden átdolgozható és átprogramozható benned. Úgyhogy ezért ilyen hatásos, mert ezek a legintenzívebben pozitív energiák. Úgyhogy tudom ajánlani mindenkinek. Harmadik kérdés. Kinek kell ilyen egyáltalán? Ez a kérdés alapvetően szerintem arra szokott vonatkozni, hogy honnan kerülnek elő az olyan emberek, akik erotikus per szexuál hipnózissal bejelentkeznek hozzám. Ez rendkívül sokrétű, mert... Mert igen, széles maga a téma. Vannak, akik konkrétan az erotikus oldallal jönnek, mert esetleg van egy olyan fétisük, amit a hétköznapokban
nem tudnak megtapasztalni, de majd lesz egy külön kérés a fétisek, úgyhogy ebbe annyira nem merülök most még el, majd a videó későbbi részében, de azért ne tekerj előre. Tehát vannak, akik csak ezt szeretnék megtapasztalni. Vannak, akiknek hatalmas hiányérzetek vannak az életükben, mert érzik azt, hogy szexuálisan rendkívül frusztráltak, nem tudják elengedni magukat, nem tudnak felszabadulni. Ha valaki a szexualitásában frusztrált, az sokkal intenzívebben ki fog hatni és rombolni fogja az élete különböző területeit, az emberi kapcsolatait, a barátságait, sőt még a saját családjával való viszonyát is. Mert egy olyan elemi emberi szükségletről van szó, és az előző kérdésnél mondom, hogy mennyire intenzív, és gondolj bele, hogy ha ez az igazán intenzív, pozitív energia, élvezet, amire mindenki vágyik, ez van megmérgezve, ez hiányzik, ez nincs kielégítve, az ugyanolyan intenzíven fogja rombolni a te életed többi területét, mint amennyire áldásos, pozitív hatásai tudnak lenni. Tehát vannak, akik emiatt a hiányérzet miatt jönnek. Vagy jönnek hölgyek, akik egész életükben nem tudták megtapasztalni a valódi orgazmust. Egy olyan teljes testes orgazmust, amikor az egész testükben, lelkükben, elméjükben tudnak élvezni. És felszabadulni. Tehát el tudnak akkor hozzám jönni, és ezt meg tudják tapasztalni. De az az érdekes, hogy sok ember, amikor hozzám fordul, ez főleg most ősszel volt érdekes, amikor a szorongás pánik vonallal rengetegen megtaláltak, hogy sokszor az volt az első lépés, igen, kitaláltam egy több alkalmas folyamatot, hogy hogyan tudjuk majd azt rendbe tenni. És az minden esetben felül lett írva. És az egyik fő ok az volt rá, hogy meg kellett tanítani az elméjüket és a testüket arra, hogy ismét tudjanak pozitívan érezni. Ugyanakkor nem mindig mentünk el a szexuális energiák irányába, mert ahhoz kell a külön engedély. Most én valakinek az engedélye nélkül nem kezdek el belevinni ilyen energiákat és ilyen témákat. De tudom majd hálani, hogy ezt próbáld ki és ezzel dolgoz, mert jóval hatásosabb. Tehát vannak, akik fétist akarnak kiélni, frusztrációt akarnak oldani, fel akarnak szabadulni, vagy csak kíváncsiak. Mégis milyen ez? Hogyan lehet úgy orgazmus kapni, hogy igazából nem történik aktus? Sokkal könnyebben, mint gondolnátok. Rendben, menjünk tovább. Mi a különbség az erotikus és a szexuál hipnózis között? Ugye ez egy olyan fogalomkülönbség, amit legjobb tudomásom szerint csak én hoztam meg, én különítettem el két oldalra. A szexuál hipnózis az a vonal, amikor tényleg szexuális diszfunkciók vannak, amikor nagyon erős elakadások vannak, amikor önbizalom kérdéskörök vannak, impotencia kérdéskörök vannak, korai ejakuláció problémák vannak, elengedés, vaginizmus, minden ilyen a szexuál hipnózishoz van nálam sorolva az én elmémben. Az erotikus hipnózishoz sorolom, amikor valaki játszani akar, valaki csak élvezni akar, valaki egy fétist akar megtapasztalni. Mert akár szexuál, akár erotikus hipnózissal dolgozunk, az mindig erotikus lesz. De a céljában én érzek egy nagyon erős különbséget. És ez számomra a különbség a szexuál és az erotikus hipnózis között. Remélem így ezt most jól lehet tudtam magyarázni, és teljesen érthető volt. Úgyhogy átgondoltad, hogy neked melyik lenne a szimpatikusabb, amikor mondjuk először eljössz hozzám, vagy amikor újra eljössz hozzám. Mi volt a legfurább fétis, amivel találkoztam? Minden második ember megkérdezi ezt tőlem, amikor kiderül, hogy mégis milyen dolgokkal foglalkozom. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nálam rendkívül széles a befogadó készségem. Nagyon sok olyan dolgot veszek teljesen természetesen, egyértelműen, mindenféle szemöldök emelés nélkül, hogy ez fura, amit a legtöbb embernek, ez már pervers, ez a, hogy tudsz dolgozni? Meg a hétköznapokban nem beszélnek róla, mert a szexualitás az tabu, és maradjunk tiszták, és csak ágyban, takaróban, sötétben, gyoknyiban. Jó? Gyereknemzés céljából. És eleredtek ezek a különböző tabuk is. Szóval, ami nekem fura, amit már én is furának tartok, mondjuk, az átlagember komfortzónájától egy fény évre van. Szóval itt inkább elmondanám, hogy hol vannak nekem a határaim,
és mondok egy-két történetet, hogy milyen esetekkel találkoztam. De kezdjük a korlátaimmal, aztán menjünk a pozitívabb, játékosabb irányba. És most úgy figyeljetek, hogy mindaz, amikről mesélni fogok, ez mind olyan lesz, amiben már megkerestek. Így saját tapasztalatból tudom azt mondani, hogy igen, ott van a határa. Azon nem szeretnék tovább menni. Kerestek meg pedofíliával. Pedofil vágyai voltak az úriembernek, és azt szerette volna, hogy nem szeretett volna cselekedni ezen vágyai mentén, de szerette volna kiélni. És hogy vigyem el egy olyan képbe, amikor úgy érzi, hogy ő valóban egy 10 évesnél fiatalabb gyermekkel létesít szexuális kapcsolatot. Meghallgattam, mondtam neki, hogy nem. Nem, ez nekem nem fér bele. Nem. És tudom, hogy nem lett volna valóságos, lehet, hogy még segített volna neki, de meg kell valljam, még a gyomrom is felfordult a gondolattól is, hogy valakit ilyen témába vigyek el. És akkor utána őt tovább ajánlottam olyan szakemberhez, akit úgy gondoltam, hogy inkább kompetenciája, és tud neki más módokon segíteni, de nekem az sok volt. Nem szeretek erőszak témákkal dolgozni. Amikor vér, meg gyilok, meg bestialitás állatokkal, ezek már nekem túl mennek. Én bizonyos szintig nekem semmi problémám a keményebb szexel. Van ilyen, én is csináltam, már előfordul. Amikor az embernek ilyen vágyai vannak. De csak akkor működik, ha minden résztvevő teljesen és maximálisan benne van, és mindenki hozzájárult. Pont, határok megvannak szabva, kódszabak ki vannak adva, mindenkinek a határai figyelembe vannak véve. Akkor teljesen rendben van. Nincs hozzájárulás, és valakinek ilyen vágyai vannak, nem szeretek velük dolgozni. Vállaltam már el, ilyet csináltam végig egy emberrel, de nekem nem volt jó érzés. És ezért is vettem ki a repertoárból, mert nem szerették olyannal dolgozni, ami nekem nem jó érzés. Ami nekem nem okoz semmilyen szinten örömet. Mert én is ember vagyok, nem robot. Úgyhogy én is szeretem élvezni a dolgokat, és ez már nekem nem fér be. Szóval vannak ilyen vonalak, amik nekem már abszolút minden határon túl mennek. Vagy igen, amikor nem szeretek dolgozni, vagy ösztönösen azt mondom, hogy nem. Itt ajánlok valakit. De például, na mesélünk a pozitív játékokról. Nagyon népszerű manapság a drónjáték. Drónjáték, hogy úgy képzeld el, hogy valakivel az van hipnózisban, abban az állapotban kerül, hogy mintha az elméje teljesen ki lenne kapcsolva, ő csak egy drón, egy eszköz, egy robot lenne. És utána én eljátszom, hogy itt van a kezemben a kontroller, de persze vokálisan mondom az utasításokat, hogy ez a drón most mit csinál, és akkor az adott emberke reagál rá. És akkor játszunk drónosat. Nagyon gyakori a macskalány. Hú, mennyi macskalányom volt. Akik azt szeretik érezni, hogy macskák, és akkor ott dorombolnak, felhúzódnak a fotelembe, vagy van egy ilyen ágyszerűségem, arra felhúzódnak, kicsit megrázzák magukat, ilyesmi. Vannak, akik kicsit lábhoz dörgölőznek, de igyekszem megőrizni a határokat, mert nem hivatalosan vagyunk ott. Pénzt kapok azért, hogy ott legyen, meg nem fog kurulni. Az játjóért nem fizessen senki. Segítek megtapasztalni ezeket az élményeket. Szóval a macskalány az rendkívül gyakori. Bimbofikáció. Ó, az is nagyon gyakori. Amikor valaki legyen teljesen gondtalan és felszabadult, és olyan kislányos, és olyan piros poskás, és olyan
nagyon kislányosan szexuális, és ugye ez még ez nem azt jelenti, hogy valami pedofil akármi kerül elő, hanem az a felnőtt kislány, az a tényleg az a gondtalan felszabadultság és minden munkás. Ezt nagyon szeretik azok a hölgyek, akik rendkívül stresszes hétköznapokat élnek meg, rendkívül sok felelősségük van a hétköznapokban, és ilyenkor teljesen elengedhetik magukat. És volt egy kígyós esetem. Azzal jött hozzám a hölgy, hogy szeretném megtapasztalni, milyen az, ha egy kígyó megesz. Egy óriás kígyó. Hogy beszélgettünk, kiderült, hogy a dzsungel könyve is lette meg, és ugye bár abban volt a klasszikus hipnózis, ilyen kától az a bízben, most nem kezdek el jobban énekelni, de az a bízben, akármi jelenet, ott Mauglit hipnotizálja, az indította el. Rendkívül rászokott a kígyókra, szóval csak úgy tudta élvezni is a szexet, ha volt közelében élő kígyó. Tehát ott akváriumokban, vagy teráriumban kígyónál, de teráriumokban ott voltak a kígyók körülötte. De azt soha nem tudta megtapasztalni valóságban, milyen az, ha egy kígyó valóban megeszi. És ennél úgy voltam vele, hogy felkeltett az érdeklődésemet az eset. Elkezdtünk dolgozni, elvittem a dzsungelbe, megjelenik az óriás kígyó, elkezd mászni föl rajta, ő érzi, hogy le van merevedve, és hogy érzi a szorítást egyre erősebben, ahogy jön fölfelé a kígyó. De valahol a derek, a köldöke vonalon tarthatott a kígyó, amikor kimondta a biztonsági szavát, és akkor oké, érzékeltem, hogy ebből ennyit bírt, a kígyót eltüntettem, ellazítottam, felfrissítettem, kihoztam a transzból, és megbeszéltük, hogy akkor mit tapasztalt meg. És akkor az az érdekes, hogy pár hónappal később futottunk össze az utcán. És akkor mesélte, hogy teljesen megszűnt a kígyó fétise. Volt nincs. Pedig nem is csináltunk konkrét fétis oldást. Mert vannak, akik meg szabadulni szeretnének egy fétisüktől, de az mindig azt kell, hogy meg is értsék, hogy egyáltalán miért alakult ki. Úgyhogy az még egy ilyen érdekes eset volt, de menjünk tovább, mert rendkívül sokat beszéltem ennél a kérdésnél. Mi van akkor, ha valaki eljön erotikus hipnózisra, de nem akar orgazmust, vagy fél az orgazmustól? Erre mindig el szoktam mondani, hogy az erotikus hipnózis nem egyenlő azzal, hogy valakinek orgazmusa van. Csak ez összeállt a hétköznapokban, hogy csak akkor jó egy szex, ha orgazmus van, és tök jó, ha van. És igazán fantasztikus tud lenni, de nem kötelező. Lehet egy teljes értékű, csodás, fantasztikus, teljes testes, erotikus élmény, anélkül, hogy a végén ejakuláció, orgazmus, vagy bármi lenne. Érdekes, nem? Csak hozzá vagyunk szokva, hogy szex, orgazmus, nincs orgazmus, szar volt a szex. Kialakult ez a képlet, pedig abszolút nem így van. Pasikat is válasz? Ezt is hányszor megkapom ezt a kérdést. Bizonyos esetekben igen. Ha szexuális diszfunkcióról van szó, tehát szexuális hipnózisról, önbizalomra van szükségük, van valamilyen elakadásuk, férfiasabbnak szeretnék érezni magukat, minden további nélkül. De bizonyos játékokra már úgy nem. Tehát most egy férfi eljön hozzám, vele nem fogok macskalányozni. Férfi eljön hozzám, nem fogok vele drónozni, nem fogom orgazmushoz eljuttatni, nem vonz. Lehet, hogy a mai világban valósra már fura ilyet mondani, de 100%-ban hetero vagyok, és 150%-ban a nőkhöz vonzódom, így nem érzem magam kényelmesen, ha már túl erotikus vagy szexuális dolgokat csinálnék ott egy férfival. Ha te ezt szereted, hajrá! Neked ez a vágyod, hajrá! Csináld magad, csináld jól, ahogy te szereted. Rendben van. De nekem is megmondom, mit szeretek, mit nem, mivel vagyok kényelmes, mivel nem. És ezért húztam meg ezt a határt, hogy milyen szintig, vagy milyen témáknál vállalok férfit, és milyennél már nem. Tényleg nem fekszel le a nőkkel közben és utána?
Tényleg nem. Tényleg. Ez is azt annyian nem tudják elképzelni, hogy úgy dolgozni nővel, erotikusan, meg orgazmushoz eljutatni, hogy te konkrétan lefeküdnél vele, de miért nem használod ki a lehetőséget? Biztos rád vetik magukat. És igen, kaptam ajánlatokat. Mert olyan orgazmus kaptak tőlem, mint semmilyen korábbi férfi kapcsolatukban egyik férfitól sem. Pedig én konkrétan föl voltam öltözve, és ők is föl voltak öltözve. És szóval sokan rám dobták magukat, tettek ajánlatot. Igen. Ezt mindig megköszöntem, és gyakran visszavittem őket transzba, hogy nehogy véletlenül túlságosan hozzám kössék a pozitív élményt, és ne tudják az életükbe máshol is megtapasztalni. Ilyenkor ezt mindig rendezni kell. Mert most tudják azt megtapasztalni nélkülem is. Ne én legyek a... Ne valami drog legyek számukra, hogy azért jönnek el hozzám, hogy olyat kapjanak, amit sehol máshol. Mert jó, ezért jönnek, de hogy... Na, érted, amire gondolok. Biztos vagyok, na, hogy érted. Úgyhogy nem se közben, se utána, se semmilyen helyzetben. Akkor szoktam lefeküdni nőkkel, akiket erotikusan hipnotizáltam, amikor őt magánemberként ismerem meg. Mondjuk vele magánemberként randizgatom, találkozgatunk, eljön hozzám, olyan helyzetbe kerülünk, akkor szeretem megspékelni kis transzal a szexuális élményt, mert tudom, hogy 200-szorozza, 300-szorozza, 1000-szerezi az élvezetét annak az egésznek. Meg persze azt is tudom, hogy kell egy nőhöz érni. Nem utolsó szempont. Úgyhogy igen, ezt úgy egyszer is végre temessük el, nem. Munkában nem. Most gondolj bele, eljön valaki, fizet nekem azért, hogy orgazmus kapjon, és nem még le is fekszem bele. Már megint az, hogy én nem vagyok senki kurvája, és pont, nem fogok kurvulni. Én azért vagyok, hogy valakinek az életét jobbá tegyem, valakit felszabadítsak, úgyhogy ennyi, pont. Amikor az orgazmus gyakran szó előkerül, amikor így fogalmazok, hogy nőket tanítok orgazmusra. És kicsit mesélek arról, hogy pontosan ez hogyan is történik, meg mit csinálok és mit nem csinálok. Hogy tudod ezt megcsinálni, anélkül, hogy hozzájuk érnél? Nagyon egyszerű. A szex inkább mentális, mint fizikai cselekvés. És a szex élvezete 100%-ban mentális, és nem fizikális. És ezt sokan nem tudják. Tök jó, amikor fizikailag benne vagy, és tested is élvezi, a tested meg van mozgatva, de a testednek az csak egy torna. A testednek az egy levezetés. Egy felszabadulás, egy izomlazító gyakorlat. A valódi szexualitás, az élvezet, a gyönyör, azt érzed, azt belül érzed az elmédben és a lelkedben. És a hipnózis pont ezekre a helyekre visz el téged. Ezért lehet valakit eljutatni a legfantasztikusabb gyönyörök világába. Mert valójában a szexualitásunk mentális. Férfiaknál és nőknél egyaránt, de a nőknél erőteljesebben, mint a férfiaknál. Úgyhogy igen, amilyen szinten mondjuk adott esetben hozzájuk érek, csukló, kar, váll elő tud kerülni, arc elő tud kerülni, bizonyos nyitott szemű transzoknál, az csak úgy működik igazán. Valamint homlok, mert szeretek olyan homlok triggert adni, amikor az energia kellően megvan nekik adva, és így onnan áramlik, ahol az átlag ember, hogy hol az elméd, valahova ide mutatna. És ezért szeretem de a homlokhoz tenni az ilyen energia áramló triggereket, nyomógombokat, mert akkor még hatásosabb tud lenni, és ez csak pusztán gyakorlat. Persze van, amikor mondjuk állva csinálunk ilyet, akkor a hát, de ezek nem olyan érintések. Van, amikor csak ott vagyok, ilyen lebegő kézzel valaki mögött, ha éppen állva csináljuk, hogy oké, hogy mondtam nekik, hogy a lábad, bármi történik, a lábad végig meg fog tartani, de valaki még ilyenkor is hajlamos kicsit összecsuklani, vagy valamerre nagyon eldőlni. És ilyen esetben ott kell lennem, hogy elkapjam. Most milyen lenne az, hogy élvez? Beveri a fejét. Tehogy már, ott vagyok, megtartom, ha kell. Elkapom.
fontos az, hogy meglegyen ez a bizalom, meglegyen ez a biztonságérzés, hogy tényleg kellőképpen el tudja engedni magát ott, abban a helyzetben. És az utolsó kérdés, amit leggyakrabban feltesznek nekem, veled is csináltak már ilyet? A válaszom igen. Ha-ho. Sehol nem, semmit nem tanítanak úgy, hogy ne lennél alany is benne. És én szoktam mondani, hogy japánt az USA-ig tanultam. Rengeteg különböző mesterrel, férfival, nővel, és minden, amit el tudsz képzelni, olyan mesternél voltam, olyan tanítónál, tanárnál, képzőnél, trénernél, coachnál, amit akarsz, voltam. És mindenkinek képzésnél, az egyéni feladatoknál ez alapfeltevés, hogy te is le vagy véve transzba. Nem lehet olyat éreztetni mással, amit te nem tudsz érezni, amit te nem tapasztaltál már még meg. Ha nem volt mentális orgazmusod, olyan tudnál azt valakinek adni? Nem tudom, bonyolult. De a találaimon kívül rendkívül válogatós lettem az idők során. Hogy én is kinek engedem meg, kinek engedem oda az elmémet. Hogy abban azzal játszom. Úgyhogy kitalálhatjátok. Inkább női hipnotizőrökkel megengedem meg ezt a tanáraimon kívül. Ott is van egy-kettő a világból, akikkel nagyon szeretek együttműködni, mert nagyon össze is szoktunk már, és úgy ismerik, hogy mit hogyan szeretek. Úgyhogy igen, velem is volt csinálva alapvetően. De ezt nektek is nem javasolni, hogy válogassátok meg, hogy milyen szakemberrel dolgoztok együtt. Válogassátok meg, hogy milyen módszertanba fogtok bele. Akármi, rengeteg olyan módszertan, olyan szakember van, aki magát szakembernek nem, az idem sok közel van hozzá, akikkel nem érdemes együttműködni. Volt olyan, aki eljött hozzám, és rájöttünk, hogy nem passzolunk. Nincs meg az a rapport, az a kapcsolódás, hogy mi hatékonyan tudjunk együtt dolgozni. Elengedtük egymás kezét, pont. Ilyen van, én nem fogok haragudni. Mert nem ők vannak értem, hanem én vagyok ő értük, úgyhogy igazából ennyi. Na, ennyi lett volna az évvégi videó. Ez jó hosszú lett. De remélem, akik még itt vannak, akik kitartottak és végignézted ezt a videót, köszönöm, hogy itt vagy, köszönöm nektek az egész évet, a támogatást, a feliratkozásokat, a lájkokat, a megosztásokat és a mindent, úgyhogy kívánom nektek a legjobbakat, akármikor nézed ezt a videót, boldog karácsonyt, sok locsolót, jó tüzi játéknézést, augusztus 20-án, amit szeretnél, legjobbakat, ne felejtjétek, fantasztikusak vagytok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!